B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket! Tudjuk pontosan, hogy a COVID a testünket, tehát a tüdőnket, a szívünket, a vesénket támadja meg, de sajnos az agyunk és a lelkünk sem marad ki ebből a történetből, ott is célba ér. Dr. Harmatta János pszichiáter főorvossal, a Magyar Pszichiátriai Társaság örökös és tiszteletbeli elnökével a lelki dolgainkról és a mentális sérüléseinkről beszélgetünk az Egészségtér mai adásában. Mindenek előtt köszöntelek, János, és örülök, hogy itt vagy. Én is köszönöm, hogy itt lehetek, szeretettel köszöntöm a nézőket. Valahol úgy fogalmaztál, hogy tulajdonképpen ez olyan, mint egy háborús helyzet, hogy ugye az a sok dráma és trauma, ami ért minket most már lassan 2 éve, a gyásztól kezdve ugye a családtagok elvesztése, az egzisztenciális válság, a különböző munkanélküliség, a kis szokásaink megváltozása, a karantén, nem fogok mindent felsorolni, az összes korlátozást, és ugye azt mondtad, hogy tulajdonképpen, amikor ezeket a korlátozásokat elengedjük, amikor ezeknek vége van, akkor jönnek a felszínre a félelmek, a szorongások, mindaz a rettenet, amivel meg kellett küzdenünk közben. Most is így gondolod nyilván. Így gondolom annyival, hogy közben színesedett a kép, amióta beszélgettünk, mert hát ugye közel 2 év alatt 5. hullámba vagyunk benne. Tehát megjött az, hogy nem lehet megszabadulni tőle, nem lehet igazán kiszabadulni belőle. Nem lehet tehát igazán, jönnek a mutációk újból és újból. Jönnek a mutációk újra, és a perspektíva az, hogy lezajlik, megindul az élet, visszapattanunk, a gazdaság visszapattan, mi is megtaláljuk az eredeti helyzetünket, életmódunkat, foglalkozásunkat. Ez lassan elveszett. Ezt akartam mondani. Kisebb szünetek voltak, és akkor jött a következő. Tehát én próbáltam ezt végig gondolni, és amíg az első szakaszában, talán az első hullámban, ugye a félelem volt a vezér dolog, a nagy félelem. Igen. Hallottuk az olasz híreket, mindenki arra készült, hogy hasonló következik be. Estünk kétségbe. Szívesen is vettük tulajdonképpen, hogy nincs kijárás, nem lehet munkába menni, otthon kell maradni, izolálódni kell, mert az valamilyen védelmet, vagy annak az érzetét keltette. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt. Rettegni lehetett, és úgy rettegtünk, hogy közben a vírus alig volt. Én itt értem meg a vírus, az oltás tagadóknak a magas arányát. Ugyanis az a félelem, ami a vírusra is irányulhat, de a vírus nincs, nem kézzelfogható, még a rokonságban sem nagyon fordul eszünk. Most az első hullámról beszélek, aztán voltak más hullámok is. Egyszerűbb volt egy tárgyiasult félelmet választani, az oltástól való félelmet. És csodálatos módon az erről való rossz hírek, fake newsok és mindenek hihetetlen termékeny talajra találtak. Tehát akkor most szépen levezetted, hogy miért nem a vírustól és miért az oltástól félünk. Igen, tehát ez biztos, hogy benne volt ebbe az oltás félelemben, nagyon sok ember már sokszor oltva volt, és semmi gond nem volt, tehát ez egy nagyon fölfokozott félelem volt, ez a sajtó ugyanúgy végigvonult, a social médián, ugye az interneten, a Facebookon, stb. Szintén végigvonult, és hogy ilyen nagy arányban fogadásra talált, abban lelki okok is lehetnek. Ugye, tehát ez volt az első menet, és akkor úgy nézett ki, hogy ez levonul, föloldódnak a korlátok, megyünk ismét dolgozni, akik megúsztuk, azok szépen megyünk, és tulajdonképpen egyszer csak magunk mögött hagyhatjuk a dolgot. De nem hagyhatjuk magunk mögött. De nem mert ez most már magunk teljesen, mögött. Nem tudom, hogy te is találkoztál-e vele, sejtem, hogy igen. És ezt én elég gyakran elmondom, mert egy rendkívül fontos információ, hogy egy Luc Montagnier nevű Nobel-díjas francia tudós, az ő informatikus professzor barátjával együtt modellezte a koronavírust. És egyértelmű volt, hogy ez egy emberi kéztermék, ez egy ipari baleset
terméke. És ő, aki Nobel-díjas virológus, tehát azért tegyük hozzá, hogy nem valaki bekopog a Bözsi néni vagy a Józsi bácsi, hogy én erről ezt gondolom, hanem egy szakember mondja, hogy mindaddig mutálódni fog, amíg azt a génszekvenciát, amit az emberi kéz rakott bele, ki nem löki magából. És nézd meg, most már ugye a görög ABC-t vesszük kölcsön és fogyasztjuk szépen. Igen, de ebben a perspektívában egyikünk se lehet biztos abban, hogy amikor most az Omikron majd egy hónap múlva, vagy két hónap múlva csendesülni fog, egyszer csak nem bukkan hogy nem megint egy hír, és akkor nem Omikron, hanem Y-mikron, igen. Vagy valamilyen más elnevezése. Megint jön egy újabb mutáció, aminek lehetnek különböző karakterisztikái, de a lélektana mégis az, hogy a biztonságom elveszett, és a lélektana mégis az, hogy minden eszközt, amit kitaláltunk, az még mindig nem elégséges. Na most azt mondd meg te, mint szakember, hogy ha azok az emberek, akik évtizedeken át ragaszkodtak, mert kiépítették az életüket szokásokhoz, rituálékhoz, napirendekhez, és akkor ez egyszer csak kicsúszott a lábad alól. Mert meghalt a családban valaki, mert nincs munkahelyed, mert karanténba kellett menni, mert félsz, pusztán csak mert félsz, akkor milyen technikákkal lehet nekem megküzdeni? Mit tanácsolsz te, hogy mit csináljunk, hogy ne féljünk, és mit csináljunk, hogy át tudjuk élni azt, hogy mindig minden változik? Hát ugye erre számos technika lehetséges, és különböző dolgok lehetségesek, életmódbeosztás, életmódváltoztatás, időrendek a beállítása. Vagy menjünk el a Tűnérhegyre hozzátok, és majd ott elmondják a te szakembereid, vagy elmondott te. Tehát nagyon sok minden ugye lehetséges, hogy például egy otthoni bezártságot milyen módon lehet mégis olyan módon struktúrálni, hogy ne vesszen bele az idő és az ember is egy struktúrálatlan helyzetbe, ami nagyon fenyegető és nagyon rossz megélni, és nagyon nagy rabságnak kell megélni. Tehát erre vannak módok, az az egyik. A másik pedig, hogy szükséges a veszteségeinkkel szembenézni. Hogy nem tudom azt csinálni, amit szeretnék, ez szorongást okoz önmagába, mert ugye be vagyok állva egy biztos menetre, az ad egy biztonságot is, az ad egy életvezetést, egy biztonságot, stb. Most nem ez a helyzet. És ebből elkezdenek dolgok hiányozni, vagy édes gyümölcsök tiltottá válni. Ugye az első fázis, a közösség, az első hullámnak egy nagyon nagy jellegzetessége volt lélektaninak, hogy azok a kapcsolatok, azok a szerető kapcsolatok, amikre nagyon szükségünk van, és támogató kapcsolatok, és rokoni kapcsolatok, azok ahelyett, hogy... Azokat így elvágtuk. Nem az elvágtuk. Hanem, hát, hogy személyesen nem találkozhattunk, arra gondolom. Hanem halált hozóvá váltak. Ja, hogy te meg a még tehát, komolyabbra. Uh-huh. Tehát, hogy szeretem a másikat, szeretem a nagymamát. A nagymamát. De amikor meglátogatom, én a halált viszem neki, és ő nagyon szeret engem, és lehet, hogy vállalja is ezt. De ez egy hihetetlen perspektívaváltás, hogy ezek a szerető, támogató kapcsolatok most veszélyforrásokká váltak hirtelen. Ebből föl lehet most ezt ha már ezt így felhoztad, föl lehet azt dolgozni? És én abban biztos vagyok, hogy rengeteg ilyen eset történt, amit te mondasz. Én hallottam olyan egészségügyi dolgozói továbbképzésről, ahol a rezidens hallgató állt fel, és mondta el, hogy ő nem tudja átélni, vagy nem tudja feldolgozni, hogy megölte a nagymamáját. Na most nyilván rengeteg ilyen konkrét eset van. Hogy lehet ezt átélni? Tényleg át lehet ezt élni? Hát nagyon sok szörnyűséget át tudunk élni, tehát hogy át is kell élni, de ez egy új érzés volt, ez korábban nem volt. Tehát korábban ugye korlátozott azokra, akik esetleg gyilkosságot követtek el a családba. Igen. De nem volt az, hogy egy külső ágenst hordoz és akaratlanul kárt okoz a szeretet helyett, vagy a szeretet kifejezése közben. Ez egy új tapasztalat, és ezzel az új tapasztalattal meg kell birkózni. Most, amit mondtál, az egyén ezt a dilemmát érzi, és a veszteséget is érzi. Azt lehet mondani, hogy ha nem ő, lehetett volna más is sorokban. Igen. Tehát a kockázatot lehetett volna más is. Ez egy szerencsétlen dolog volt, hogy éppen ő volt az. De ez a veszteség, ez benne van a járványban.
sajnos benne van a járványban, és én nagyon sajnálom, most együtt érzek azokkal a családokkal, akik csonkultan jöttek ki belőle, különösen akik megfeleződtek, tehát akár mind a két szülő elveszett, és ott maradtak a gyerekek. Nagyon fontos, hogy van alapítvány és társadalmi segítség, de az kellene, hogy ez hosszabb távon is legyen, és állandóan igazából gondoljunk erre. De ebből kikerülni nagyon hosszasan lehet. Nincs csoda gyógyszer, és nincs csoda terápia, hogy felejtsd el, lépj tovább, ne törődj vele, stb. Ezek nem, ez visszaköszön, hátul visszaköszön. És nagyon az embernek saját magával és a saját életével is kell számolni, és az élet perspektívájával, és ebbe elhelyezni ezeket az egész történeteket. Ezeknek megvan a maga pszichológiai technikai, pszichológiai segítsége, lehetséges, ezek gyászfeldolgozási, veszteségfeldolgozási folyamatok, és ezek rendkívül fontosak. Mennyire látott te pszichiáterként, pszichoterapeutaként, hiszen ugye a Tündérhegyen dolgozol, ahol nagyon aktív munka folyik, azt, hogy a COVID következtében, akár long COVID, akár post-COVID hatásaként növekszik, vagy növekedett a depressziósok száma, növekedett a szorongók száma, növekedett az öngyilkosságok száma. Hol állunk, vagy hol tartunk most ezekkel? Hát erre nyilván a különböző statisztikák adnak jogos felvilágosítás. Amikor az ember egy osztályon dolgozik, akkor mindig csak a nyomást érzi, a kívülről való nyomást, ugye akik szeretnének bejönni, és szükségük is lenne rá, és állnak sorba, hogy bekerülhessenek, tehát ez a sor, ez hosszabbodik. Tehát nincs akkora kapacitásatok, hogy befogadjatok mindenkit, aki szeretne hozzátok menni? Hát főleg azért, mert két épületünk van, de most csak az egyikbe dolgozunk, tehát felelétszám páciens tudunk ellátni, építési problémák miatt, tehát nem a kapacitásuk részben, óriási gyomás van rajtunk. Tehát az nagyon látszik, hogy kell, és az nagyon látszik, hogy az emberek nagyon érdekes. Tehát, hogy elmondjam, ugye először volt a félelem az első szakaszban. Azután érdekes módon tavaly nyáron ehhez társult a csalódás. Mi volt a csalódás? Lélektanilag az volt a csalódás, hogy be vagyunk oltva, széles körű lehetőség van az oltásra, már két oltásunk van, és jön az újabb variáns, és nem tiszteli az oltást. Azt gondoltuk, hogy az oltást tiszteli a variáns, és az oltásokkal elérjük a nyájimmunitást, és egyszer csak aki, és akkor jön egy csalódás, hogy mégse. Megint a hátsó ajtón bejött egy újabb variáns, ami nem tiszteli az oltást, és még mindig nincs vége, és még mindig nem tudtunk úrrá lenni rajta, nem csak egyénileg, hanem így együttesen. A tudomány nem tudott úrrá lenni rajta, a járványügyi intézkedések nem tudtak úrrá lenni rajta, és ez okoz egy csalódást. A csalódás pedig egy frusztrációt, a frusztráció pedig egy haragot. És nagyon sokat látjuk most a pácienseinkben ezt a rejlő haragokat. És igazában ezt kell kibontani, és ez szükséges megfogni, és ez szükséges tárgyasítani, és ez szükséges tudatosítani, ez szükséges levezetni, ahhoz, hogy visszabontható legyen aztán a csalódottság, és abból meg visszabontható legyen az, hogy igen, lehet, hogy ez most így van, de ezzel a helyzettel én személy szerint XY-t meg fogok tudni birkózni. Ezek ilyen folyamatok, ilyen lélektani folyamatok, amelyek mennek, de azért akartam már a csalódásra rámutatni, mert azt hittük. Először azt hittük, hogy minden visszapattan, az életünk is visszapattan, aztán jöttek az újabb hullámok, nem pattant vissza. Akkor azt gondoltuk, hogy van csodaszerünk, ilyen oltás, melyik oltás a jobb, stb. Aztán kiderült, hogy minden oltás mellett is jön az újabb variáns, az még akkor beteg. Nem annyira, tehát előrébb jutottunk, meg jobb a helyzet, meg jobb a kilátás, de még mindig nincsen vége. És az, hogy mindig nincsen vége, az beszűkít egy perspektívát. Elvesznek a jó perspektívák.
És ez nagyon sokoldalú egy ember életébe. Elvisz a karrier perspektíva, elvisz a kapcsolati perspektíva, elvisz, hogy megkopik az iskolai perspektíva. Nagyon sokféle perspektíva, az csonkul, és ez létrehoz egy olyan állapotot, vagy létrehozhat egy olyan állapotot, amikor föllép egy bizonyos fásultság. Egy haragos fásultság. Te most nagyon szépen levezetted a kezdetétől fogva, hogy milyen lelki változásokon megyünk keresztül a COVID hatására. Én azért egy kicsit, mint pszichiáter szakembertől azt is megkérdezném, meg arra is kíváncsi lennék, hogy ugye azt pontosan tudjuk, hogy a COVID-nak már annyi műsorban beszélgettünk, ez a long COVID, post COVID, miféle szövődményei, hatásai vannak. Később, miután már valaki negatív és kijött a betegségből, melyek azok a legfontosabb mentális tünetek, amikkel ti találkoztok, amivel titeket, mert hogy pontosan tudjuk, hogy nem csak a kardiológushoz, nem csak a pulmonológushoz, hanem hozzátok is mennek a COVID után az emberek, amikkel titeket keresnek, hogy doktor úr, baj van, mi a baj? Amit mi látunk, az a szorongás, és így mondanám köznyelven lelki fáradtság. Uh-huh. Egy ilyen elfáradás. Nem az a tipikus depresszió, amikor crosscardben van, és a poharat is nehéz megemelni, hanem az a fásult beletörődés, de ami leveszi a teljesítményt, leveszi a perspektívát, nehézé tesz mindent, minden nehezebben megy. Lehet, hogy én most nagyon nagy butaságot mondok, mert te vagy a szakember kettőnk közül, hogy tehát én szerintem nagyon nem jó ez a fásultság, amit mondasz, de még mindig jobb, mint hogyha valaki depressziós lesz a COVID következtében, és mondjuk az ő depressziójának a végkifejlete az öngyilkosság, nem? Hát igen, de ennél bonyolultabb a képlet. Bizonyára. Ez az eredeti képlet, ez COVID nélkül is így van, depresszió, súlyos depresszió, öngyilkos lesz, sőt, éppen mikor elkezdene javulni, akkor lesz esetleg öngyilkos, uh-huh. Azt gondoljuk, hogy rendbe kezd lenni a dolog. Ez a sima. Na mostan, hogyha jön a COVID hozzá, igen. Akkor az változik meg, hogy elkezd a depresszió is adott esetben mélyülni, tehát uh-huh. mélyebb depresszió, és nehezebben javul. Mind a kettő megvan, mélyebb is, meg nehezebben is javul. Mert nagyon nehéz ebből a helyzetből kijönni. Ugye még nem egészen látjuk pontosan, hogy a COVID majd miket okoz, milyen agyi struktúrában, milyen nyomokat hagy hátra, és mire tesz igazában esékenyé. De az biztos, hogy azt látjuk, Milyeneket hagyhat, hogy a depressziók megemelkednek, igen. A szorongás megemelkedik. Ugye? Az öngyilkosságok számában is van némi emelkedés, de itt azért nagyon nehéz eldönteni valamit. Az, hogy ez abból adódik, hogy a COVID, vagy annak a következményei, vagy a COVID élethelyzet és annak a közvetlen következménye, ami közvetlenül összefügg, és mi az a növekedés, ami a pszichiátri ellátás COVID alatti nehézségeiből is adódik. Tehát, hogy nem jut el orvoshoz, elveszíti az orvosát, ugye az első fázisban becsuktak a rendelők, sok ember nem tudott eljutni az orvosához, alig tudta föliratni a gyógyszert, meg kellett küzdeni azért, hogy menjen, ha új beteg volt és tünetei voltak, nagyon nehézen került bele az ellátásba. Most már könnyebb, azt mondod? Hát ugye változó, ez mindig ezektől a hullámoktól függ, és ugye a pszichiátri osztályokat boldogan alakítják át COVID osztályát. Hát ezért kérdezem, maga a pszichiátriai ellátórendszer mennyire készül fel arra, hogy folyamatosan jönnek a COVID-os betegek, illetve azok a COVID-osok, akiknél valamilyen mentális következménnyel jár a fertőzés? Hát ugye azért a pszichiátriában is az akut ágyak száma az megcsökkent az elmúlt időszakban, volt egy ilyen tendencia, de nem ez a nagyobb baj az, hogy a pszichiáterek száma is megcsökkent. Nem is tudom, melyiketek mondta a pszichiátriai társaságból, hogy annyi pszichiáter elment északra Svédországba például, hogy nyugodtan lehetne csinálni egy svéd tagozatot. Igen.
Én ezt valamikor, amikor foglalkoztam ezekkel a számokkal, akkor úgy láttam, hogy körülbelül egy évfolyamnyi pszichiáter ment el nyugatra, tehát amelyik hiányzik, ugye, mert minden évben van egy bizonyos létszám a szakmában, és körülbelül egyet azt ezzel le lehetett írni. Ez komoly veszteség, mert aki ilyenkor a szakma szempontjából, amikor elmegy frissen szakvizsga után, akkor az évtizedekig való pszichiáterve vész el. Az nem, és nem olyan könnyű ennek ez az utána menés, utána termelés. De hát ugye, de a kollégákat ugye vezényelgették is máshova, tehát vezényelgették is máshova. A maguk is lehettek betegek, vagy lehettek karanténban, mint kontaktszemélyek. Tehát mindenképpen egy olyan plusz létszámcsökkenés van, ami az ellátást egyáltalán nem könnyítette meg. Plusz ágyakat kellett föntartani COVID-os betegeknek. És az nyilván a pszichiátriai ellátásból is elment. Nyomta a pszichiátriai ellátást, úgyhogy helyenként egészen nehéz helyzetek alakultak ki, ami egészen biztosan, hogy nehezítette a betegek. Tehát egyszer van az, hogy a meglévő betegek nehezebben jutnak el, tehát a kezelésük akadozik, vagy nem annyira biztosított, vagy nagyon meg kell küzdenie érte. Akkor van az, hogy a... Lásd, bocsánat, itt van a Szeged-Makó példa, hogy ugye Szegedről áthelyezik 35 kilométerre a pszichiátriát Makóra. Igen, hát kikerült Makóra, és akkor 30 kilométert kell azért menni, hogy bekerüljön valaki pszichiátriára. Ezek ilyen nagyon nehéz dolgok, hogy elgondolni egy ilyen nagyvárosban és egyetemi városban, mint Szeged, akut pszichiátriának nem lehet, vagy nem sikerül helyet találni. Ez egy nagyon fontos dolog pedig ekkora városban. Na mostan, tehát ez az egyik, tehát az egyik az, hogy megcsökken a ellátókapacitás, tehát a meglévők is nehezebben jutnak ellátáshoz. Aztán kevesebben vagytok ti. Vannak a mentálisan sérült emberek. A mentálisan sérült emberek a stresszre, mint amilyen ez a vírushelyzet is, érzékenyebben reagálnak, dekompenzálódnak. Tehát a meglévő betegekhez hozzácsapódik egy, aki most jó állapotban van és otthon van, de igazából most a megterhelődik és dekompenzálódik. És ellátásra szorul. Ugye? És akkor jön még egy harmadik hozzá, aki nem is érezte meg, nem is gondolta, hogy beteg, de ezekre a stresszekre úgy reagál, hogy nála pszichiátriai betegség fejlődik ki. És a külföldi adatok is riasztóak, a depresszióknak egy háromszoros növekedés jósolnak, a szorongásos betegségeknek egy kétszeres növekedés, ezek hihetetlen. Tehát akkor a COVID ezeket felturbózza. A COVID ezeket felturbózza, és vele együtt az ellátási diszturbanciák is felturbózzák, és ugye ezeket majd szépen kezelni kell, helyre kell tenni, vissza kell zökkenteni, de főleg azt a biztonságérzetet visszaadni az embereknek, amit még nem tudunk a minden oltással és minden jóval is, hogy figyelj, most ez lezajlott, megnyugszunk, nincs tovább. Nem kell félni. De van a tovább. Következőt. Muszáj, vészesen fogynak a perceink, és még én elhallgatnálak téged hosszú perceken keresztül, de két személyes kérdést meg akarok kérdezni mindenképpen. Az egyik, hogy te is voltál covidos. Igen. Számodra milyen következménye volt ennek? Én tulajdonképpen nem érzem, hogy ilyen post-covid ügyek terhelnének. Tehát akkor egy gyenge lefolyású. Azt nem mondanám. Azt nem mondod? Igen. Azt nem mondanám. Tehát nekem a személyesen nagyon nagy gyengeséggel jár, de ilyen gyengeséget még nem éltem át. Tehát az egyik oldalamra a másikra fordulás is gondot okozott. Olyan gyengeség volt. Az első kontrollra még el se tudtam menni, mert próbáltam fölkelni, rájöttem, hogy nem megy a dolog, nem tudok elmenni. És nagyon nehezen is engedett el a vírus, a harmadik teszt lett aztán végül negatív, tehát úgy megfogott egy 5 hétre. A másik pedig egy nagy fokú étvágytalanság. Olyan étvágytalanság, hogy az ételt látni nem. Tehát, és nem egy-két napig, hanem 2 hétig. Aha. Tehát ez volt, ilyen orr, meg nyálkazáj, meg ízérzés, ez nem sérült, és nem ment a tüdőre, ugye ott van a nagy probléma, amikor a tüdő felé hajlik a vírus, de megkínzott.
Akkor azért mégiscsak szerencsés covidos voltál. És van egy másik kérdésem, hogy ugye ismerjük ezt a mondást, vagy a slágerből, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj. Ugye a doktor úr a maga lelke sose fáj, és ezt azért kérdezem, mert ugye az öngyilkossági statisztikák tekintetében a pszichiáterek nagyon elől vannak. Ez azt jelenteni, hogy amikor baj van, és amikor nyilván rakódnak a vállaitokra az emberek drámái, akkor hogy ti ezt nem tudjátok feldolgozni, vagy nem kértek segítséget, amikor érzitek, hogy baj van? Szóval mi ennek a pszichiáter öngyilkosságnak az oka? A magas arányonak? Én egyszer elkezdtem foglalkozni a szakmabeli öngyilkosságok kérdésével, és aztán rájöttem, hogy ezzel nem lehet nagyon foglalkozni, mert annyi érintettsége van, tehát a szakmán belül, hogy így eset feldolgoz, és ezért elkezdtem irodalmi anyagból 100 évvel ezelőtt élt pszichiáterek öngyilkosságával foglalkozni, ami nagyon érdekes, mert ugye voltak levelek, följegyzések, stb., hogy hogy jut el valaki odáig, egy és hogy van. Van János. Jó, de akkor mondanám a mostanért. Jó. Azt azért mondanám, hogy azt találtam, hogy azok a kollégák, akik az én látóterembe, tehát amire utána menni is öngyilkosok lettek, volt egy pont, ahol nem tudott szakmai segítséget kapni, mert nem is kért szakmai segítséget. Aha. Mert azt a határt átlépni, hogy én most átülök a asztal másik oldalán, és elmegyek egy kollégához, hogy figyelj ide, van, ami nagyon nagy gáz van velem. 3 napja mindig arra gondolok, hogy jól lenne már véget érni. Ez egy nagyon nehéz lépés, egy kollégával szembe meglépni, és itt hátrányban vannak a pszichiáterek. Ez volt most ennek a mai beszélgetésnek a szomorú végszava. Én nagyon köszönöm, hogy Harmadta János itt volt velünk, és önöknek pedig azt tanácsolom, hogyha félelmeik, szorongásaik vannak, ha ahogy szerepelt itt, ha csalódottak, ha úgy érzik, hogy depressziósak, akkor feltétlenül keressék fel a szakembereket, tehát a pszichiátereket és a pszichoterapeuta szakembereket. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.